Sziasztok! Sziasztok mindenkinek, aki most csatlakozik. Sziasztok! 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 Mi a helyzet? Sziasztok! Császtok! Mit főztetek ma? Még csak most fogok majd főzni. Találjátok ki, hogy mit főzök. Mehetnek a némítások, köszönöm. Otthon ülsz egész nap otthon ülök. Most értünk haza. Egy krumplipürét, sántott húst, az finom. Pörköltet főzöm, nem az főzök. Na, mutatom nektek, jó? Vettem ilyen. Tudjátok mi? Na, az a lényeg, ma egy olasz kaját fogok csinálni. Vettem ilyen tésztát. Vettem hozzá dolgokat. Itt van. Olasz fűszer. Darálkús, répa, fokhagyma, hagyma, zeller, ugye? Úgyhogy készítsük is el a finom kaját, ugye lesz benne majd fűszerek, ugye? Ja, friss bazsalikom. Illatoljátok meg. Ó, de jó illata van. Friss bazsalikom, gyerekek. Úgyhogy. Igen, most végeztem a műszakkal. Így van, ahogy mondod. Na. Fogom főzni ezt a tésztát, és egybe lesz keverve. Hát én messze állok a Vadász Gyulától, de engem ne keverjetek össze senkivel. Na. Ha már nagyon idegesítő vagy már, bazd meg, húzzál már innét el. Szóljuk a répákat. És szépen le fogom darálni majd. Köszönöm. Ja. Good job.
csinálok egy igazi bolonyai szószt, lesz benne vörösbor, lesz benne tej, de nem érdekel, akkor húzzál innét. Ez azoknak készül ez a videó, ez a live, aki szeret főzni, szereti, amikor főzök. Nem húsleves lesz, bolonyai. Úgyhogy lesz benne vörösbor is, tej is. Minden, ami kell egy igazi bolonyai szószba. Gyorsan megpucolok itt mindent. Megmosom a répákat. Mert te is kell bele azért. Nézd meg, nézd utána. Rakom bele egy kis fahéjat is majd. Nézzétek meg, hogy készül az igazi bolonyai. Nem tudtok főzni, akkor nézzétek meg, hogy kell főzni. Jó, megmutatom. Esetleg nem tudtok főzni. Mert 80%-a nem tud itt főzni. Csak kritizálni tud. Tisztelt a kivételnek. Ti amúgy semminek nem örültök. Szerintem a saját életeteknek se örültök, hogy éltek. Szerintem. Egy jó kis olasz kaját csinálok most. Hát nem vagyok példakép, de próbálok jókat live-olni nektek, főzni, beszélgetni, párbajozgatni. Ugye ezt mind le fogom darálni. Bolonyait. Nem. Dolgozok én egész nap. Ma már dolgoztam. Oké. Megvan a sárgarépa. Ezt ide félredúrantom. Fokhagymát. Sziasztok, sziasztok! Nem, én nem tudom. Hát valaki biztos megél belőle, mi nem ebből élünk. Nem a TikTokból. Hát bárcsak a TikTokból élnénk. Nem kéne dolgozni. Hát csak el kell, hogy keserítselek titeket, nem a TikTokból élünk. De akik ott vannak a ranglistában, azok milliókat keresnek. Azoktól kérdezzétek meg, hogy ti ebből éltek. És azt fogják mondani, igen, mi ebből élünk belőletek. Én nem tudom azt mondani sajnos. Bárcsak én is azt tudnám mondani, hogy belőletek élünk. Hát de, el kell, hogy keserítselek, nem. Sziasztok, sziasztok! Készül a finom olasz kaja.
Mehetek lassan vagy gyorsan? Utazok reggeltől estig? Hol lesz lassan? Még fáj, hogy én főzök. Nem is értem, bazdmeg. Mehetnek a némítások, köszönöm. Nem csak nektek, hogy ki főz. És én főzök, vagy a Timi főz. Most én kedveskedek neki egy olasz kajával. Nagyon sok csaj szeretné, ha ilyen palia lenne, hogy kedveskedik kajával. Ez csak az én véleményem. Na, megpucurom a hagymát, fokhagymát. Ilyen tészta lesz. Megvettem a halókat. Megvettem a sűrített pasztát. Olasz fűszer, hát, hogy ennyi gyerekek. Mehetnek a némítások, köszönöm. Ez egy főzős műsor, gyerekek, jó? Most ha valakinek nem tetszik a főzős műsor, akkor lépjen tovább, jó? Így van, szépen írjatok, mert kivág titeket a moderátorom. Örüljetek neki, hogy itt vagyok, az főzök nektek élőbe. Megtanítalak titeket főzni. Mert még főzni se tudtok. Egy zacskós leves nem tudtok megcsinálni, bazdmeg. Nem hogy főzni. Hagyjad már. Tisztelet a kivétel. Ezt kidobom gyorsan. Én is lezuhanyoztam, gyerekek, mert egész nap mentünk, jöttünk. Csináltuk a pénzeket. Úgyhogy még csak most állok neki főzni, gyerekek. Bazd meg. Tudjátok, mi dolgozunk is. Nem gyárba, de azért áll a jóstanak többet keresünk, mint a gyári munkások. Oké. Itt a jó kis zeller, ezt is fogom szépen. Ezt is le fogom darálni, ugye? Csak összevágom gyorsan. Mosod meg. Na majd megmosom majd. Gyere át, azt mosd meg.
Miért nem mosnám meg? Egy finom olasz ételt fogok most csinálni. Ugye a sárga répát már összevágtam. Az olyan kaja lesz, gyerekek, hogy meglátjátok. Tíz ujjatokat megnyalnátok, és megnyalnátok. Ebből ennétek. Olasz kaját csinálok. Egy finom olasz kaját. Nem tudnak azok főzni. Mindent az asszonyra bíznak. Na, felvágtam az ellert is. Itt a répa. Ez majd jó lesz salátának. Valaminek. Ezt ide rakom. Felvágom a hagymát is. Nem életlen a kés, gyere, érezd meg. Szerinted életlen? Akkor nem vágnám ilyen lassan. Annyira éles, gyerekek, hogy levágja az ujjamat. Valamelyik nap élesztem meg. Munkakerülő vagy? Hát akkor menjél dolgozni, ne kerüld a munkádba, bazd meg. Amúgy nagyon sok munkakerülő van itt, bazd meg. Mi meg dolgozunk, bazd meg.
Reggeltől Mikulásig, bazd meg. Nyaralni nem tudunk elmenni, bazd meg. Annyit dolgozunk. Sziasztok, sziasztok! Bolognai, italiano, pasta! Csak összevágom a... itt a dolgokat. Hát ez olyan kaja lesz, gyerekek, ez valaki megkóstolná, azt mondaná, hogy bazd meg, Roland, Michelin csillag. Ezt ki tudja, ha lehetett vagyok, csak meg nem tudtok róla. Na jó, megmondom a frankót. Régen olaszba dolgoztam. Mesterszakácsként. Csak megtalált a maffia, azt így ott kellett hagynom a olaszokat. Jóban nyúltam bele, tudjátok azt. Itt a jó kis fokhagyma is. Ezt ide rakom külön. Itt a friss bazsalikom. Ah, oh, de jó illatom. Ilyen tésztával lesz. Ezt is ide rakom. Titeket, jó? Ide. Így. Rakunk egy kis olajat bele. Hagymát azt mindent le fogok most darálni. Akkor várjatok, visszaraklak ide titeket már. Azt meg el is felejtettem. Szépen mindent egybe fogok darálni. Fogom a vörös hagymát. Belerakom a fokhagymát is, raktam a kést.
fokhagymát is belerakjuk. Szépen le van darabolva. És szépen most van. Szépen, hogy párolódjon. Sziasztok! Szalát rakom ide vissza. Berakjuk a sárgarépát. Sárga répa is le van. Szépen összeöntjük. Itt van. Szépen félre rakom. Most jön bele a zeller szár. Itt az ellerszár is. Nyomom, dinszelem a hagymát ugye.
Igen, nekem az a rendes nevem, Sugi Roland. Vörös hagyma, fokhagyma. Megy bele a sárgarépa. És megy bele a zeller. Szár. És akkor ezt most hagyom egy kicsit rinszelem. Na most már jó illata van a... Annyian mutatom is nektek, jó? Már most milyen jó illata van. Olasz kaja. Sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma, zellerszár, és akkor ugye lesz paszta, lesz ilyen benne, lesz ilyen is benne, ilyen darabolt, lesz benne fűszer, ott a darált hús, meg még ugye rakok bele vörösbort, és fahéjat, meg ami kell még bele. Persze. Hol a hús? Itt a hús, nem látom? Itt a darált hús. Jó. Jó kis sajt majd rá. Letakarítok gyorsan. Tercia tiszta legyen. Munka. A munkapad tiszta legyen. Megy bele te is. Az olaszok azok tejet is szoktak belerakni. És ugye én is rakok bele egy keveset. Milyen jó illata van, gyerekek. És akkor körülbelül két és fél deci bort fogok belerakni, vörös bort. Ugye én nem marha hús vettem, hanem lapockát daráltattam. Hát több mint egy kilót. És akkor majd ki fogom főzni ezt a tésztát. Ezt a nagy darab tésztát. És amikor meg lesz a maga a szósz, akkor kiköszöm a tésztát, belöntöm, összekeverem az egészet, sajt, ugye bazsalikon minden megy, meg lesz, tehát ezt a tojás. Még a sajtot berakom a hűtőbe. Most nem kell. Ez az igazi bolonyai. Ez az igazi. Ezt egy komoly olasztó néztem el.
Ugye megy bele a fekete bors. Oregano. Jó, meg ízét is rakok bele. Kettő darab babérlevelet. Kettőt belerakok. Már most. Fekete boros, hol van a íze? Hát a oregano kell, bazd meg. Itt az oregano. Oregano, de rakok bele a bazsalikomat is pluszba. Pluszba azért rakok bele. Nem, az annyi fűszer van itt, gyerekek, hogy nem találom meg a fűszereket. Toszkána ízei, oregano, hol a bazsalikon? Morzsó bazsalikon. Azért plusz azért azt is szórok bele. Jó. Tejet is rakok bele, igen. Meg vörös bort is. Olasz kaja. Olasz kaja. Megy bele ilyen olasz fűszer is, pluszba. Így hogy a... Gyere szobra a dagad gecinek a faszát, Orsós Petra. Te állandóan beszólsz. Tényleg most már... Meg kell, hogy csináljalak. Dobjátok ki, köszönöm. Mindig beülnek, azt mindig a izé kell neki a kolbász. Sziasztok! Készül a finom olasz kaja. Jó izé, minden gyerekek, amik tutto bene, italiano, pasta, izé, faszom. Olyan meleg van, ti nem érzitek amúgy, hogy meleg van? Mert csak én érzem. Az. De, hogy igyek egy hideg vizet. Hol vetted a tésztát? A Merzbe vettem. Itt van. Merzbe vettem. És össze lesz az egész, ugye kifőzöm a tésztát, és egybe fogom keverni a szósszal. Rá trapista saj, friss bazsalikom levél a tetejére. Tutto bene. Ilyen vegyes ízét vettem, sajtot, reszes sajtot, hát parmezán sajt, ne üjéskedjél, nem adok ki érte 2600 forintot.
Nagyon drága a parmezán, hogy gyerekek. Hát az egy ekkora kis háromszög sajt, én nem adok ki majd 3000-öt. Én sem vagyok megbolondulva, gyerekek. Hát abból már csinálok egy második kaját. Na, megy bele a darált húsi. Tutto bene sem. Szeretik a fuják. Finom olasz kaja lesz. Szeretem az olasz kajákat. Főleg, hogyha én csinálom. Én tudok minden fajtát. Olasz, török, albán kaja. Én mindent megcsinálok, gyerekek. Türkisz. Ugye most szépen megfehérítem a darált húsit. Utána fogom beleszórni a ilyen darabos paradicsomot, 100% italiano. Ott van 100% italiano. Rakok bele ilyen sűrítményt is, és egy kis pasztát. És akkor meg ugye a fűszerek, meg ugye vörösbor, pici tej, cukor, majd tépek bele friss bazsalikomot is, rakok bele, mert Pesten nem, Székesfehérvár. Még Pesten is van MERSZ. Muti a kaját. Még csak most. Most írom a darált húst a répába. Zeller, fokhagyma. Még nem öntöttem bele még semmit. Csak megfehérítem a darált húst. És akkor ugye itt vannak a... amit rakok még bele. Plusz ugye vörösbort. Ilyen olasz fűszert. Persze. Cukrot. Hát igen, ilyen bolonyai, igazi bolonyai mártást csinálok, Lau, és akkor hozzá lesz ez a tészta. Ezt szépen kifőzöm, és egybe fogom tutto benésen. Tutto benésen. Ott majd elmosogatok. Kőpéz. Még a hűtő is. 10000-esek, meg 20000-esekből állok. Jaj, bassz meg. Már most olyan illata van, gyerekek, hogy megszólal. Most le kell fehérítenem a hús, le kell egy picit sütnöm. És csak utána fogom belerakni, ami kell bele.
de jó. Már most. Már most. Az meg folyik rólam a víz. Olyan füllett idő van, gyerekek, van kint, hogy 36 fok. 36 fok. Olasz kaját, bolonyai mártást csinálok. Főzök ki ilyen nagy tésztát, és egybe fogom keverni a bolognai. Tutto bene, bolognai, italiano, i pasta. Lo so bleta pasta. Tényleg nem beszélek csúnyán, mert ez megy föl YouTube-ra. Na, és amikor így megvan már fehéredve, mindjárt mutatom nektek. Amikor már így megvan szépen fehéredve. Tényleg, hát ha nem mondod, nem fogok 4000-5000 évben nézét egy kiló marha húst. Ne is haragudjál meg. Az én is azért megválogatom, hogy amúgy igazából marhahúsból készül. Na, akkor most szépen beleöntöm ezeket. Tutto bene. Mindjárt mutatom nektek, jó? Mutatom közelről, mint a nagyok. Figyeljétek! Itt van, gyerekek. Megy rá. Sűrítmény. Berakom a másikat is, pillanat. Már most mely új illata van, gyerekek. Berakom a másodikat is. Ezen darab volt az egész. Kicsit rákeverek. Gyerekek, már most olyan illata van. Nincs is benne még semmi. Most jön ez. Rákeverek. És akkor most rakom bele a fekete bors. Fekete bors. Morzsolt bazsalikom. Oregano. Nincs itthon só, úgyhogy egy kis vegetát. Megy bele ez az olasz fűszer. És ebből is rakunk bele.
De jó. Ah, kecsi. Ebből is sokunk van. Kicsit rákeverek. Rakunkból egy picit egy kis cukrot. Megy bele a sűrítmény pluszba. Tutto bene, ki száraz vörösbor, tuttonosan. Tutto bene. Tutto bene. Megy bele a kis tejecske is. Tutto bene. Azért megkóstolom. Tutto bene. Ha persze, mert ezt így kell csinálni. Nézz utána. Az olaszok így csinálják. Ezt kitől tanultad? Tej, vörösbor, persze. Igazi olasz. Az olaszok is raknak bele vörösbor, tejet. Szeretem, amikor van egy bolognai mártásnak íze. Nem savanyú. Hanem pont az a minimális kis pikáns. Igen. Azt akkor megy bele a... egy kicsi fahé.
Nem kell bele sok, csak egy minimális. Csak egy minimális fahéjat rakjatok majd bele. Tudta bele. Nem lesz édes? Nem. Pont az a minimális, kis, nagyon picike, kis édességgel. Nem édes, lehet, inkább lehet érezni, hogy paradicsomos. És még így is kéne egy nagyon picike kis cukrot beleraknom, mert ne legyen annyira savanykás. Jó, ez megvan. Fahé, nem kell már. Oké. Cukor se kell. Kicsi fekete bors meg rakok bele. Még alig akart kijönni belőle, bazd meg. És ez pont most lesz a jó. Ebben már semmi. Ebben már semmi nem kell. Max, hogy legyen egy kis több színe, egy nagyon kis piros paprikát még szórok bele, hogy egy kis színe legyen neki. Így. Keci folyik a víz van, basszám. Ez megvan, bor már nem kell. Most fogom belerakni a friss bazsalikomot. Ugye hagyok a tálaláshoz is, úgyhogy nyugalom. Szépen bele fogom rakni, csak annyi, hogy megmosom. Megmosom a bazsalikomat. Szépen belefogom most. Így rakni. Tutto bene. Friss bazsalikom, gyerekek. Mindjárt mutatom is nektek. Szépen bele fog fölni.
megcsinálom a tésztavizet. Köszönöm. Hú, bazd meg, Roland. Miért nem szakácsnak mentél, bazd meg? Illatoljátok meg a friss bazsalikomot? Bazd meg, Roland, miért nem? Én nem is értelek, bazd meg, Roland. Szépen most ide rakom. Elindítom hátul a... És szépen ide átrakom. Ebbe meg... Csinálok vizet. Tésztának. Tésztára rakok föl vizet. Zárom, mert erre rakom fel a... Az meg, hogy nincsen só, az meg. Elfogyott a só. Itt elfogyott a só, az meg. Nincsen sehol só. Nincs, ha mindegy. Na, mint egy kis olajat bele. Na, tésztavíz föl. Ez föl. Ez olyan gyerekek, hogy ez... Megszólal. Igazi olasz bolonyai szósz, mártás. Kiközlöm ezt a tésztát, és egybe fogom keverni az egészet. Ó, szépen sajt rá, friss bazsalikom tetejére. Úgyhogy a... Gyerekek, fölforr a víz, kész van, és amikor kész van minden, akkor jövök vissza, jó? Kicsit felrakom töltőre a telómat, jó? Úgyhogy hamarosan jövök vissza, ne menjetek messzire. Na, itt is vagyok. Na, sziasztok, sziasztok, itt is vagyok.
Sziasztok! Itt is vagyok, sziasztok! Mindjárt mutatom is. Gyerünk, 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 osszuk, osszuk, ha mindjárt kiföl a tészta. És addig felhúznom a telefont a töltőt. Sziasztok, gyerünk, osszuk, osszuk, ha mindjárt kiföl a tészta. Itt föl a tészta, itt föl a tészta, mindjárt kész van, mindjárt kész van. Már le is zárom. Itt van a szósz, jaj bazd meg. Itt a szósz. Bolonyai szósz. Nem tudom fogni is bazd meg ezt a szart. Itt a bolonyai szósz. Ugye van benne vörösbor is, te is. Friss bazsalikom. És most szépen. Beverakjuk. Karacsinta nem lesz, nem. Adagja. Ezt is elzárom már. Akkor szépen az egészet összekeverem. Még mindig van benne tészta a vízbe. Ezt majd mindjárt le kell szűrnöm még. Várjatok. Megfordítom a kamerát. Hú, basz meg, vernek ám a vizek, geci. Úgy de meleg van. Hú. Ezt belerakom még. Ennyi. Ezt átrakom ide. Átkeverem. Jó, szaftos. Nem száraz. Annyian mutatom is nektek, jó? Sziasztok! Jó kis olasz kaja. Kicsit felzélok.
szépen. Kiszedem. Azt nézzétek. Itt is van. Ah, megyrás hajt is, nehéz újjatok. Ez is megyre. Sajt is megyre. Várjatok, csak visszafordítom addig a telefont. Várjatok egy picit. Friss bazsalikom. Tetejére dísznek. Na persze. Keresünk valami szépet, mondjuk egy ilyent, megmosom. És visszarakom. Kinyitom a sajtot. Az meg milyen kések ezek. Akkor mindjárt mutatom is nektek, jó? Pillanat. Na, itt is van. Itt a finom sajt. Wow! Friss. Bazsalikom, mindenkinek jó étvágyat. Azért a aki tud, az tud. Sajtocskát elrakom. Mondd, hogy ilyen lett. Várjátok, én is. Hogy tudom eltüntetni az ízét? Ah, nem tudom. Na mindegy. Így lefotózom. És akkor majd ezt majd ki fogom rakni majd. Na. Visszafordítom a telefont. Voilà. Tudjátok, nem maradhat el az étolaj. De hogy étolaj, üdítő, ilyen bírsalmás. Na nézzük, milyen lett, gyerekek! Veszek levegőt, nehéz bújja. Azt nézzétek. Csak még forró. Azt a kurva basz meg. Na. Nem hiába tud a Roland. Persze. Minden van benne. Köszönöm.
aki most csatlakozott, mutatom, jó? Milyen lett? Perfecto. Köszönöm. Hú, bassz meg, milyen meleg van. A kurva anyját. Köszönöm. Nem száraz. Szaftos. Most csináltam. Perfecto. Tűzforró. Hú, bassz meg, vernek a vizek. Olyan meleg van, gyerekek. Bazsalikom. De van légkondi, de most nem kapcsolok. Köszönöm. Perfecto. Italiano. Bolognai. Pasta. Nagy dűrümmel. Köszönöm. Istenem. Nem lehet érezni benne a bort. Kifőtt. A tűzforró. Gyerekek, ezt megkóstolná valaki, azt mondaná, bazd meg Roland, hogy én nem szokásnak mentél. Köszönöm. Szeretnétek ilyen moslékot enni? 3 óra, nem 3 óra, amire megcsináltam. Ennyi, Reni.
Ez olyan, mint az olaszok adnak Olaszországba. Ugye tűz forró. Sajt minden van. Mind a ketten jól főzünk, én is, meg a Timi is. De ugye a férfiak azért jobban tudnak főzni, mint a nők. Tisztelet a kivétel. Gyere, adok. Nincs hang, jó. Hát ebből csak én iszok, ebből senki más nem iszik. Azt nézd, de jó, hogy nyúlik. Gyerekek, ez. Ja. Gyerekek, ha tudnátok így főzni, ti is örülnétek. Csak azonban nem tudtok ti örülni, mert főzni se tudtok. Bementek. Gyors étterembe. Az gyorsabban megvan, ugye? Elmentek gyors étterembe, eztek rántott húst, ezt, azt, amaszt, pörköltet, vagy amit akartok. Hát így könnyű főzni. Odaállj, főzzé. Na, az már tudomány kell. Mert nem volt időnk főzni. Tudod, mi dolgozunk. Mi hajtsuk a pénzt, gyerekek. Nekünk vannak céljaink. Tudjátok? Azért nem főztünk két napig. Nem volt rá idő. Ki mi az pihán? Timi az pihen.
mi a cél? Az ilyen negatív embereket széttrollkodjam. Az a cél. Megint. Miért vagytok ennyire éhesek? Kérnétek egy falatot, mi? Töltetek. Köszönöm, Klau. Hány ingered vagy tőlem? Akkor hányjál be. De úgy, hogy megfulladj a hányásodba. Köszönöm szépen. Szia Zsani, sziasztok. Van. Sajnos. Meleg is van. Csinálok a Timinek is, megcsinálom a tárolást, azt utána el is köszönök. Jó, gyerekek? Csináltam egy eredeti olasz bolonyai alapot, és akkor kifőztem ezt a nagy tésztákat, és egybe kevertem az egészet. Köszönöm. Tűz bazsalikom. Köszönöm. Ó, köszönöm a pénzpuskát, köszönöm. Köszönöm, nem tudom, ki küldte, köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdik a hang, nem tudom mi. Köszönöm, Barbie, köszönöm. Na most látom, hogy te küldted. Köszönöm, Barbie. Na, úgyhogy mindjárt megcsinálom a tárolást, aki most csatlakozott. Megcsinálom a Timinek is a tárolását. Köszönöm, Virág, köszönöm. Félre rakom addig ide a kajámat, jó?
És akkor megmutatom a tálalás, jó? Várjatok. Megmutatom a tálalás, jó? Na, itt van, ilyen lett. És akkor megcsinálom a Timinek is a tálalást. Itt a sajti-majti. Rakok rá friss bazsalikomot, megmosom. Itt a friss bazsalikom rajta. Úgyhogy ezt viszem a szerelmemnek be most, ahogy látom felkelt. Remélem ízlik neki. Itt van. Azt nézzétek. Visszafordítom a kamerát. Mindjárt jövök, jó? Csak beviszem a Timinek a kajcsit. Az egyibét ide rakom. Már is viszem szerelmem. Látom főkelté. Bazsalikom. Ott van. Vörös bort öntöttem bele. Köszönöm. Köszönöm.
Az nem jó. Nincsen tiltás, csak némítás. Ez desszert, nem? Köszönöm szépen. Na megmutatom még egyszer, milyen lett. Aztán én el is köszönök. És akkor majd este leszek. Jó, szaftos. Hogy mindenkinek jó étvágyat. Ezeket a videókat felrakom a YouTube-ra, úgyhogy vissza tudjátok nézni. Akit esetleg érdekel, hogy mi, hogy csináltam, milyen fűszerezés, mit raktam bele, az vissza tudja nézni. Na, sziasztok mindenkinek, este leszek. Sziasztok!